Hoztam levendula szörpöt, citromfüves szörpöt és egy fügelevél szörpöt is hoztam. Levendula, menta, fügelevél vagy éppen citromfű csak néhány azok közül a növények közül, amelyekből most szörp is készült, és Lencsés Rita legújabb könyvében is szerepelnek. Az ízletes üdítők nem csak szomjoltók, gyógyhatásuk is van. A Kertünk patikája című kötetből meg lehet ismerni, hogy az adott növényt hogyan lehet termeszteni, és a különböző felhasználási módokat, valamint a gyógyhatásukat is. Az egyik szerelmem a sarkantyúka lett, egyébként arra azt kiemelném, hiszen most már bizonyított tudományosan, hogyha nyersen fogyasztanánk napi mondjuk 3 darab levelet, akkor megakadályoznánk azt, hogy bármilyen akár gyulladás kialakuljon a szervezetünkben, mert egy természetes antibiotikum és nagyon jó daganatellenes hatása van. A Feketesas Patika Múzeum Lencsés Ritával közösen 2015 óta szervez a megyében rendszeresen gyógynövénygyűjtő túrákat. Az intézmény kurátora azt mondja, egyre nagyobb az érdeklődés a természetes gyógymódok iránt, és a kirándulásokra már nem csak térségünkből, hanem az ország különböző pontjairól érkeznek résztvevők. A gyógynövények felhasználása pedig a reneszánszát éli. A gyógynövények megismertetését nem csak a könyv szerzője tekinti hivatásának, hanem a Patika Múzeum kurátora Krizsány Anna is, aki emlékeztetett, az orvostudomány alapját is a gyógynövények adják. A természetes az mindig jobb szokott lenni, mint a mesterséges, és hát ha föllelhető, meg ha olyan kellemes dolgokkal köthető össze, mint a túrázás kint a természetben, ahol nem csak egyféle gyógynövénnyel találkozunk, hanem rengeteggel, nem beszélve a madárdalról, meg a szellőről, meg a napsütésről, meg egyebekről, akkor ez nem csak egy hasznos, hanem kellemes időtöltés is egyúttal. Lencsés Rita új kötetéhez a múzeumban, illetve a gyógynövénygyűjtő túrákon lehet hozzájutni. A legközelebbi kirándulás július 23-án Nadapon lesz.